A mai napon három kultúrában szerveztünk szántóföldi rendezvényt, kukoricában, őszi búzában és repcében. A búzánál egyfajta bemutató volt, gyomírtási bemutatóval egybekötve, itt három cég termékei voltak bemutatva. Kukoricánál klasszikus gyomírtási bemutató volt, korai poszt és poszt technológiákat mutattunk be. A repcénél amely itt látható, egy fajta bemutatót tartottunk. Gyakorlatilag négy nemesítőház termékei vannak jelen, a Korszád, Majszadur, eurális és a KVS. Szeptember 8-ai vetéssel vetettük a, a repcét, átlagosan 450-500 ezer csirát vetettünk hektáronként. Gyakorlatilag az időjárás eléggé viszontagságos volt, a szélsőséges őszi-téli csapadékos időjárás, valamint a tavaszi. Időjárás is, néhol vízsújtásos területek is keletkeztek a területen. Májusban összességében 150 mm csapadékunk volt, tehát ami itt látható repce, egy szép állomány, ez élvezi ennek az előnyeit. A Kószáddal három éve működünk együtt, a Szépen Éve fölfele a kereskedelmi kapcsolatunk, számos kultúrában működünk együtt. Repcében, kukoricában, napraforgóban. A térségben ez idáig a tripti volt a, a vezető hibrid, de törekszünk arra, és szeretnénk, hogyha a termelők minél nagyobb arányba megismernék és termelnék a bazalti repce hibridünket is. És az idei évtől a szirtakit, ami az elmúlt időszakban kódszámmal szerepel, de ebben a térségben és az ország egyéb pontjain is nagyon jó, kimagasló, tavalyi évben 4 tonna feletti átlagtermést mutatott. Összességében azt gondolom, hogy itt a győr Vas megyei és a zala megyei térségben mind a három hibridünk, a szírtaki, a tripti és a bazalt is ennek a térségnek is, de az ország egyéb repcetermő területeinek és eredményesen termeszthető gazdaságos, nagyhozamú hibrid repcéi. Az Arabon Lagra Kft. egy kereskedőcég, az összforgalma inputanyagot illetően meghaladja 3 milliárd forintot, kukoricából 47-48 ezer zsák kukoricát értékesítünk, növényvédőszert illetően közel 1 milliárdos forgalmunk van, a műtrágya az egy ilyen kisebb szeletet képvisel a forgalomból, cégcsoporton belül van egy 2000 hektáros gazdaságunk Balaton, Szászó és környékén, itt a családi földek láthatóak, tehát az öcsém gazdálkodnak ezen a területen, és ők vetették el ezt a repcefajta sort. A cégünknél gyakorlatilag mezőgazdasági inputanyag fronton minden megtalálható, kezdve a vetőmagoktól, a tápanyagutánpótláson keresztül a növényvédelemig, szintén több nemesítőházzal, több gyártóval dolgozunk együtt. Jelen pillanatban kezdjük el kiépíteni a kapcsolatainkat, többek között a koszát képviselőjével, más nemesítőházak képviselőjével, tápanyag fronton nagyon legnagyobb hazai gyártókkal, illetve ö, sok éves hosszú tapasztalatára alapozva cégünk növényvédősének a növényvédelmi szaktanácsadást is ellátunk. Cégünknek Balatonöszödön van egy 2000 hektáros gazdasága. Ezen a területen az újdonságokat mindig nyitottak vagyunk kipróbálni, így csak olyan termék kerülhet a palettára, amit saját területeinken már teszteltünk. A dél dunántúli régióba állok rendelkezésére a gazdáknak, amennyiben inputanyagokkal, szaktanácsadással, illetve terményfelvásárlással kapcsolatba keresnének új partnert.